Miután az Albakon kosárlabda csapatába hazatértek a válogatottak is, így csütörtökön este 17:30-tól már a teljes magyar mag együtt dolgozott a székesfehérvári Aréf csarnok megújult parkettáján. Az Európa-bajnoki selejtezőkön jól helytáltak az albakompos fiatalok, akik a válogatott összetartásán is Branislav Zunic kezei alatt dolgozhattak. Így a csütörtöki edzésen néhány játékos számára csak a környezet volt más. Zunic mester egyébként elégedett volt az Európa-bajnoki selejtezőkön a székesfehérváriak játékával. A két játékost, albakompi játékost, a mi játékosunk egy elég komoly szerepet vállalt az egészben. Mind a két ugye fiatal, Ádi már tavaly is játszott, Keller Ákos pedig szerintem megmutatta, hogy lehet rá komolyan számítani. Az említett két fiatalember tehát letette a névjegyét a válogatottban. Hanga Ádám közülük is a rutinosabbak közé tartozik, és bízik abban, hogy hasznosítani tudja majd a nemzeti csapatnál szerzett tapasztalatait a bajnokságban is. Nagyon jól sikerült, ugye volt egy-két jó meccsem, és igazából tényleg jól ment a játék, aminek nagyon örülök, mert ugye szinte ez a második évben a válogatottban, és ugye így beépülve kezdőként ugye igazából már szinte alapember lettem, aminek tényleg nagyon örülök, úgyhogy és ráadásul annak is örülök, hogy az Ákos a végén szintén nagyon jól tudott játszani, és szerintem ez az albakompos csapatbeli teljesítményre is kiadhat. A válogatott utolsó mérkőzésén MVP-nek, vagyis a legértékesebb játékosnak megválasztott Keller Ákos azt mondja, az albakomp edzése hasonlóan zajlott, mint a nemzeti csapaté, bár a fiatal, de tehetséges gárdának még össze kell szoknia. Az edzésmunka az hasonló, ugyanazokat a feladatokat csináljuk, csak ugye fiatalokkal vagyunk feltöltve, nem vagyunk olyan szinten, hogy olyan edzések legyenek. A munka tehát szeptember 2-án megkezdődött az Aréf csarnokban, a bajnoki rajtra pedig még október 9-éig kell várniuk a szurkolóknak.